vagyunk a Nemzeti Lovvartában, a szabadidő lovasszakágnak az országos döntőjén. Hányadik alkalommal rendezitek meg ezt az eseményt? Harmadik alkalommal rendezzük meg az országos döntőt, ugye ez a legnagyobb ünnepe a szabadidő lovasoknak, az ország minden pontjáról érkeznek ide a lovasok. Azt kell, hogy mondjam, a harmadik évre ez valóban országos lefedettséget jelent. Alapító tagja is vagy a szabadidő lovasszakágnak, milyen céllal hoztátok létre? A Magyar Lovasport Szövetség hívta életre a szabadidő lovasszakágat, illetve engem is ők kértek fel, hogy vezessem ezt a akkor még mozgalmat. Azóta van a szabadidő lovas szakág, illetve 2018-ban került megszavazásra, és azt a hiányt szerettük volna kitölteni, ami úgy néz ki, hogy elég nagy hiány volt, hiszen 4000 tagja van jelen pillanatban a szabadidő lovas szakágnak, ami egy óriási nagy szám. Most itt az országos döntő rekordszámú résztvevő van, ez is azt mutatja, hogy van igény erre a szakágra. Van valamiféle korosztályi korlát? A szabadidős rendszerbe, a versenyrendszerbe 3 éves kortól lehet regisztrálni a lovasokat, felső korhatár nincsen. Előtte is a közösséghez tudnak tartozni a lovasok, már 3 éves kor előtt is, de ugye a versenyekre 3 éves kortól tudnak nevezni. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy őrült vágtában közlekednek a 3 éves gyermekek, hanem nyilván az ő adottságaiknak megfelelő versenyszámok kerülnek kiírásra, például a vezetőszerves ügyességi verseny, ahol körbevezetik őket, ismerkedhetnek a versenyszituációval, vagy például a futószáras ülés szépségverseny, ahol már azt tanulják, hogy hogyan kell egy versenyre hangolódni, felkészülni, illetve nagyon fontos kiemelni azt, hogy ezek a rendezvények elsősorban motivációt jelentenek a lovasok számára, tehát azt szeretnénk tudatosítani a lovasokban, családokban, hogy ezek a rendezvények a közösségépítő szerepük mellett értékrendformálásban és a motivációadásban nyújtanak segítséget. Versenyzőként kilátogattál ide a Tatterzába, sőt, támogatod is a szakágat azzal, hogy népszerűsíted. Miért tartod fontosnak, hogy a szabadidő szakág működjön? Mindenkinek el kell kezdeni egy bizonyos szinten, és akik otthon versenyeznek, azoknak nagyon jó egy ilyen lehetőséget adni, hogy ők is eljöhessenek versenyezni, kipróbálják magukat a versenyszituációba, és elindíthassák a verseny teljesítményüket fejlődések során. Hogy látod, ez egy belépő a profi sporthoz? Én úgy gondolom, hogy nagyon jók a fokozatok, amiket ezzel ki tudnak alakítani a sportban, és hogy az egész fiatal korosztálytól kezdve fokozatosan feljebb és feljebb tudjanak lépni, és igen, egy nap szerintem azok a gyerekek, akik itt versenyeznek, simán élsportolók lehetnek. És ugye folyamatosan jelen vagy a közösségi médiában is, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy nyugodtan kérdezzetek Zsófitól, biztos vagyok benne, hogy segíteni fog. Azt elmondhatjuk, hogy a lovas sport az viszonylag drága is tud lenni. Ez a fajta szabadidős szakákban tudják a szülők úgy versenyeztetni a gyerekeket, hogy kicsit pénztárca barátokban? Igen, valóban van egy ilyen pozitív dolog a szabadidős lovaglásban, a szabadidős versenyzésben, hogy az utánpótlás nevelés szerepe mellett a szabadidős sportolóknak kínál teret. Úgyhogy többen választják azt a lehetőséget, hogy minden esetre az elindulásban többen indulnak egy lóval. Tehát ez nyilván a szülőknek is egy nagyon jó lehetőség, hiszen korábban, még amikor én is versenyeztem, hogy ahhoz, hogy az ember versenyre egyáltalán eljusson, vagy egy rajtengedély vizsgára, azonnal lovat és komplett felszerelést kellett vásárolni. Most azonban ugye évekig tud akár versenyezni, akár bajnok is lehet, anélkül, hogy saját lovat kellene vásárolniuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy még sok interjút fogunk készíteni veled, és további sok sikert kívánok a munkádban. Köszönöm a lehetőséget!